Hajdúböszörmény valamennyi iskolájában és óvodájában a szakmai munkát 2018 óta az úgynevezett óvodai és iskolai szociális segítők támogatják. Feladatuk a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, annak esetleges kiszűrése az adott intézményben. A tevékenység a városunkban a Szociális Szolgáltatási Központ keretein belül működik. Hogy az óvodákba és iskolákba is juttassuk el a szociális tevékenységet, az akkori modellek, projektek úgy működtek, hogy a pedagógusokat bízták meg gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal. Ez a jól működő rendszer azonban így gyakorlatilag kifutott, és 2018-ban a gyermekvédelmi törvény módosításával lett lehetőség arra, hogy a család- és gyermekjóléti központok speciális szolgáltatásaként megjelenjen az óvodai iskolai szociális segítő tevékenység, és 2018. szeptember 1-től működik a városban, járási szinten látjuk el a feladatainkat. Mi jellemzi ezt a tevékenységet? Én azt gondolom, hogy szerves együttműködés kell, hogy ebben az esetben legyen szülő, intézmény, akár intézményvezetők, illetve a gyerekek között. Teljesen jól említetted. Gyakorlatilag azt röviden hagy mondjam el, hogy járási szinten 6 szakember látja el a feladatot. A jogszabály szerint 1000 fő gyerekenként kell egy szakember az intézményekbe. Ez azt jelenti, hogy nincs minden intézményben önálló szociális segítő, 2-3 esetenként 4 nevelési oktatási intézmény tartozik egy szociális szakemberhez. És valóban magának a tevékenységnek a célja az, hogy segítse a pedagógusokat, segítse a gyerekeket, és a jelzőrendszer tagjaként tárja fel a veszélyeztetettséget, illetve segítsen a veszélyeztetettség megelőzésében és megszüntetésében. Gyakorlatilag a nevelési oktatási intézményekben szociális munkát végez ez a szakember. Ezt a segítő, támogatói feladatot a Betlen iskolában Fekete Gáborné látja el. Az intézményben fontosnak tartják a nevelőtestület és a szociális segítők közötti jó együttműködést. Nagyon jó tapasztalataim vannak a szociális segítőkkel kapcsolatban. Nagyon jól felveszik a kapcsolatot az osztályfőnökökkel. Az osztályfőnökök minden olyan problémával hozzájuk fordulnak, amit ők egyszerűbben meg tudnak oldani, akár a szülők elérhetőségét, akár tehát nagyon-nagyon sok dologban tudnak segíteni nekünk, és én úgy érzem, hogy nagyon jó a kapcsolat közöttük. Fekete Gáborné maga is több gyermekes édesanya. Mint mondta, a segítői feladat számára teljesen testhez álló volt. Minden nap más intézményben vagyunk kint, hozzám óvoda és iskola is tartozik, be vannak osztva a napjaink, hogy hétfő, kedden, szerdán hol vagyunk, és nagyon meg tudom köszönni tényleg az intézményvezetőknek is, mert úgy gondolom, hogy elfogadtak, ezt mindjárt jó nevében mondhatom. Befogadtak, és már most egyre többször tudunk, jönnek a jelzések, és tudunk együtt dolgozni. Akár legyen ez egy csoportfoglalkozás iskolán belül. A helyi rendőrséggel is nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, például én márciusban egy helyi nyomozó segítségével drogprevenciót tudtam megvalósítani az egyik intézménybe, amit úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt a diákoknak a visszajelzése alapján, illetve nemrég pedig egy pályaorientációs napon vehettünk részt, az pedig a iskola rendőr segítségével valósult meg, ami szintén ő nagyon, nagyon sikeresnek bizonyult, én úgy ítélem meg. Az óvodákban ott ugye ilyen drogprevenciós, meg ilyen feladatokat nem látunk el, viszont bemegyünk a csoportokba, játszunk a gyerekekkel, bekapcsolódunk a napi tevékenységbe, akár kint az udvaron, akár bent kézműves tevékenységet végzünk. Ezt a kollégák nevében is mondhatom, hogy ott is úgy gondolom, hogy elfogadtak bennünket az óvónénik, és azért szívesen látnak, és a gyerekek is már ismerősként kezelnek, mikor mi jegyünk vissza, hogy szaladnak oda hozzánk. Ugye, amik nem tudják, hogy mik vagyunk, legtöbbször óvónénének szólítanak bennünket. Nézzük a te motivációdat. Miért is döntöttél emellett a pálya mellett? Én azt gondolom, nem egyszerű, egyáltalán nem egyszerű ez a terület. Hát családsegítőként kezdtem itt a szolgálatnál, utána jött egy lehetőség, hogy átjöttem a központhoz, mint óvodai iskolai segítő. Én úgy, nekem több gyerekem van, mint több gyerekes anya van, teljesen óvodáskor és már nagy kamasz is, és úgy gondolom, hogy ez úgy közel áll hozzám. Tehát meg tudom közelíteni a gyerekeket, akár
akár a kicsiket is, akár a kamaszoknak a lelki világát is megértem, és egy kicsit ilyenkor otthonra is gondolok az enyémekre, hogy akár szülőként, vagy akár gyerekként, hogy állok. Tehát mikor jeleznek egy problémát, azért én egy kicsit ezt át tudom értékelni a szülő részéről is, és a gyereknek is, úgy megpróbálom anyaként is, hogy lehajolni hozzájuk. Konkrétan neked milyen intézményeid vannak? Korcsoport tekintetében vagyok kíváncsi. Kettő óvodám van, kettő általános iskolám, amit most az egyiket helyettesítem, az egyik kolléganőt, és egy szakközépiskolám van. Én azt gondolom, éppen emiatt nagyon széles korcsoportilag is azért a repertoár. Van esetleg olyan terület, ami a szívedhez közel áll, és ahol esetleg egyszerűbbnek érzed a tevékenységi körödet? Hát a szakközépiskola. Három nagy kamasz gyerekem van, és úgy érzem, hogy megtanálom velük a hangot, hogy meg tudok, a problémájukat át tudom érezni, és szerintem bizalommal fordulnak hozzám. Eddig teljes mértékben jó tapasztalatom volt.